Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit, ismét egy csodás helyszínről jelentkezik Családőrző című sorozatunk. Most már hagyományosan a Fekvőkatona söröző és kávézó ad helyszínt a műsornak. Már is bemutatom vendégeinket. Elsőként Fekete Cseri Zsuzsanna egészségfejlesztőt, rekreológust, a Kerekvilágház alapítvány szakmai vezetőjét, és köszönöm most is, hogy itt vagy. Szervusz Csilla, és sok-sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőinket. De itt van velünk Papp Csilla, mediátor személy, személyfejlesztési tanácsadó, ha jól mutattalak be. Neked is természetesen köszönöm, hogy eljöttél. Sziasztok, köszönöm szépen én is. És kiegészültünk újra, akik velünk voltak egy héttel ezelőtt, tudják, hogy Szauter Ákos volt a vendégünk, és akkor elmondtuk, hogy azért, mert Gábor atya, azaz Tornyai Gábor plébános nem ért rá akkor velünk lenni, de most itt van, mint plébános, mint mentálhigiéniai és szakember, köszöntelek nagy tisztelettel. Én is köszöntelek, és köszöntöm a nézőket is. A nézők jól tudják, hogy ebben a sorozatban most már hagyományosan a család szituációit követjük nyomon, próbálunk felidézni egy-egy időszakot, mondjuk a házasságból, vagy a házasság előtti történetből, de már eljutottunk odáig, hogy megérkezett a baba, az első baba, ami nagy változást hoz a házaspár életében. Ezzel a témával folytatjuk, sokféle érzelmek indulnak el. Éppen azon gondolkoztam, hogy amikor megjön a gyermek, az első gyermek, akkor apa is anya valami olyat kezd érezni, amit életében soha nem érzett. Azért ez egy különleges dolog. Hát ez így van. Az első baba teszi a anyát anyává, az apát apává, és ezt előtte sehol, semmilyen formában nem tudták se gyakorolni, se megtapasztalni, se megélni, se semmilyen tudásuk gyakorlatilag. Konkrétan érzelmi tekintetben nincsen ebben a kérdésben, viszont nagyon-nagyon sok kérdést vet fel ez a baba érkezése. Hogyan is csináljuk, mi legyen a rituálé, jöjjenek rokonok, ne jöjjenek rokonok, engedjük a látogatást, nem engedjük a látogatást, ki legyen a babával, ki fürdeti először, hogyan is lesz az, miért sír, stb. Rengeteg kérdést vet fel valóban. Az érzelmek terén a felnőtteket képviselve, mert ugye Zsuzsi mindig a gyerekek oldalán áll, Csillát kérdezem, hogy tényleg elképzelhető, hogy ilyenkor azért máshogy érez az ember, és megváltozik a személyisége is akár? Én azt gondolom, hogy a hölgyek szempontjából ilyenkor születik meg a nő, az igazi nő, amikor anyává válik egy nő, hiszen teljesen más érzelmeket él át, teljesen megváltozik az emocionális lénye, az érzelmi lénye, hiszen szerintem sokkal-sokkal együttérzőbbé válik. Tehát amikor valakinek gyermeke születik, sokkal jobban tud kifelé figyelni a körülötte élőkre. Nyilván a gyerek ezt váltja ki belőle. Ugye itt is beszéltünk már a hormonváltozásról. Ugye a hormonváltozás lehet pozitív, de lehet negatív is. De tételezzük fel, hogy ez egy pozitív dolgot hoz ki az anyukából, de egyébként előfordulhat ilyen szülés utáni depresszió, egyebek, amikről már nagyon sokan hallottak, ez egy összetettebb dolog. Itt nagyon fontos az, hogy az apuka, aki apává vált, mennyire éli meg az összetartozást, mennyire tartoznak ők össze, és mennyire tudják a napi feladatokat, vagy a felmerülő problémákat, vagy akár a stressz helyzeteket megoldani. Hiszen itt azért bejön az éjszakázás, időt áldozunk fel, energiát adunk, figyelünk egy élőlényre, akit mi segítettünk, mi akartunk, mi hoztunk le a világra, és ugye itt nagyon fontos az elköteleződés, az, hogy ebben maximálisan felelősséget vállaljunk. Két gondolatot tennék az ehhez hozzáegészíteném, vagy talán finomítanám egy picit. Én bennem az van, hogy az anyukának annyival könnyebb, ha lehet azt mondani, hogy könnyebb, hogy az anyuka az anyukává válik, az apuka pedig megtanul apukának lenni. És ez szerintem egy egészen másfajta folyamat, hogy ott van az a nő, akiben az élet elindul, és egy folyamatos élő kapcsolat van közöttük már akkor, amikor az áldott állapot van, vagy a várandóság állapotában van, a hormonális elváltozások beindulnak, egészen másképpen látja magát, a világot, és akkor a férfi az, aki ugye ezt kívülről szemléli gyakorlatilag, és neki ezeket mivel ezeket a változásokat nem belülről, hanem kívülről éli át, az egy újabb folyamat a kapcsolatban, hogy megtanuljon így is gondolkodni, és azt gondolom, hogy amikor a baba megszületik, és az anyuka megint az ösztönös dolgait elkezdi élni, hogy ezt a babát életben tartsa, hogy táplálja, hogy oda fókuszáljon rá, mellett az apukának kell megtanulnia, és ahogy látom a kisgyerekes családokat, meg az apukákat, hogy azért
igazából apává, azt hiszem, akkorá válik a férfi, amikor a gyerek már elkezd vele is kommunikálni. Tehát, hogy addig ott van az a kis csöpség, aki aranyos édes, és az enyém, és nem tudom is, és az édes kislányom, meg az édes kisfiam, de hogy azt látom az apukákon, hogy amikortól az a csöpség már rámosolyog, mint apára, vagy hogy elkezd vele kommunikálni, onnantól kezdve változik meg az ő hozzáállása is. Ez is lehet, viszont én ismerek olyan családot, ahol apuka az első pillanattól kezdve ragaszkodik ahhoz, hogy például ő fürdesse a gyereket. De azt mondja édesanyának, hogy te vagy az, aki táplálod. Neked van testi kontaktusod ezzel a babával. Ahhoz, hogy az enyém is legyen, én is testi kontaktusra vágyom vele. Ugye van ez a bizonyos aranyóra, amikor a apukának is odaadják, szőrkontaktus, stb. Erről beszéltünk az előző részben. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos momentum, hogy az apának milyen a hozzáállása. És ezt fogja ezt eldönteni. Persze együtt alakítják ki a szülők, de azért senkit nem lehet rávenni semmire. Ideig, óráig talán, de annak nem sok értelme van. Tehát, hogyha ez belülről fakadó igénye az apának, akkor ő meg fogja teremteni az első pillanattól kezdve ezt a lehetőséget önmaguk számára. Én azt látom és örömmel tapasztalom, hogy a mai fiatal párok nagyon tudatosan készülnek, és az apukák már az áldott állapot időszak alatt is bekapcsolódnak különböző tevékenységekkel a baba várásba, és kvázi felkészítik magukat, tehát tényleg mint exuperi kis hercege, ünneplőbe öltöztetik a lelküket, mire megérkezik ez a csöpség, és azt látom, hogy a fiatal apukák, és mondom, nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ilyeneket látok a környezetemben, nagyon szépen bánnak a gyermekkel, tehát nagyon finoman, nagyon gondoskodóan, törődően, tehát éreztetik a babával a maximális biztonságot és a szeretetet, és ez nagyon-nagyon fontos. Amiről erről beszéltünk, az valójában az ideális helyzet, ugye, de sajnos ismerünk másféle helyzetek is, hiszen fontos ilyenkor a házaspár egymás közötti kapcsolata, ami szintén változhat. Én mind a két helyzetre láttam példát, például láttam azt, hogy az anya elhanyagolja az apát a gyermek miatt, de olyat is láttam, hogy az apa hanyagolja el az anyát, hogy neki most már ott van a gyerek, el van, én meg megyek és élem a magam világát. Ilyen helyzetek adódhatnak, ami aztán biztos, hogy előbb-utóbb azért visszaüt. Tehát egymásra azért csak oda kéne figyelni, azután is, hogy megérkezett a baba. Hát teljes mértékben oda kellene figyelni, de azok a házaspárok vagy párok, akik annak előtte is úgymond kicsit hanyagolták egymást, külön járogattak el ide-oda-amoda, vagy nem figyeltek úgy egymásra, vagy nem úgy alakították ki a mindennapjaikat, az életvezetésüket, hogy ez magától értetődő legyen, hogy ott van a baba, és közösen együtt csináljuk, és együtt vagyunk, és nem hanyagoljuk el egymást. Azok a házaspárok jól tudják vinni, vagy azok a párok, ha nem is házaspárok, de reményeim szerint azok. És azok, akik viszont előtte sem megfelelően kezelték a kapcsolatot vagy egymást, ott sokkal inkább egy ilyen helyzetben kijöhet egy olyan viselkedésforma, vagy olyan cselekvésforma, amely által érződik az elhanyagolás, vagy az elfordulás. Bennem az is bennem van, hogy nem feltétlenül az, hogy korábban mi volt, hanem ezek egészen új dolgok is kijöhetnek, és amikor jegyes párokkal beszélgetünk, így ez az élettársi, nem élettársi kapcsolat, és hogy meddig, hogyan legyen az élettársi kapcsolat, és hogy mi az, és ugye szokták azt mondani, hogy hát azért jó az élettársi kapcsolat, mert hogy akkor megtanulunk egy csomó dolgot a másikból. És akkor szoktam mondani nekik, hogy én azt gondolom, hogy nincs olyan, hogy megtanulok egy csomó dolgot a másikból, mert mindig van új és új helyzet. Például egy baba érkezése felforgatja azt a rendet, ami azért addig kialakult a párok között. És egészen új módon kell egymással találkozniuk és élniük tovább azt, amit élnek. Így van, és azért arra is figyelni kell, hogy itt megjelennek a nagyszülők is, sőt, mi több, akár az a helyzet is lehet, hogy a nagyszülőkkel együtt él még a pár a baba érkezésekor. Igen, az előfordul, hogy a nagyszülőkkel együtt vannak, aminek nagyon sok előnye van. Én azt gondolom, hogy az a tudás és tapasztalat, amivel a nagyszülők rendelkeznek, az nagyon gyakran a segítségére lesz a különösen az első babás családoknál, az édesanyának, édesapának nagyon nehezen tudják megkülönböztetni kezdetben azt, hogy miért sír. Nagyon nehezen tudják az igényeit felmérni, nagyon nehezen tudnak ők is beleilleszkedni ebbe az új helyzetbe. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogyha van egy ilyen támogató közeg, ez abszolút pozitív lehet. Ha előtte rendben volt a kapcsolat a nagyszülők és az új pár között.
Mert ha az előtte nem volt rendben, és nem tudta kialakítani egy jófajta dinamizmust, egy jófajta együtt élő kommunikációs lehetőséget, akkor bizony ez rengeteg konfliktus forrást fog adni. Próbálom én úgy csinálni, mintha nem történne semmi, de azért a hallgatók is, és a nézők is nyilván látják, hogy elkezdett esni az eső, de mi kitartóan beszélgetünk a nagyon fontos témánkról. Ami kollégák kitartanak a kamerákkal és a technikával, addig mi is, úgyhogy folytassuk akkor azzal, hogy a nagyszülő, főleg, hogyha együtt élnek. Szerintem a legnagyobb rizikófaktor az lehet, hogy mennyire fogadja el a fiatal pár az, hogy a szülő beleszóljon, és hogy mennyire szól bele a szülő valójában. Hú, hát ez egy óriási érzelmi intelligencia kérdése, hogy a szülők mennyire akarják leuralni a kapcsolatot, vagy mennyire akarják irányítani a fiatal pár életét, főként ha babavárás történik, vagy baba érkezés történik, hiszen nyilván minden anyós megvan arról győződve, akár a fiú, akár a lány édesanyja, hogy ők már felneveltek X számú gyereket, és biztos, hogy ők sokkal jobban tudják, és csak idézőjelbe téve jó szándékból mondják, jó szándékkal segítenek. És ez így is van, valószínűleg jó szándékból teszik, de a szülők az első számúak. Tehát a szülő, az anyuka és az apuka az első számú a gyereknek őket. Nem írhatjuk felül akkor sem, ha nagyszülők vagyunk, ha nagynénik, ha nagybácsik vagyunk, hanem amit ők alapértelmezetten meghatároztak, hogy ők hogy akarják nevelni, az az első rendű, nem léphetjük át, hiszen ők ennek a gyermeknek a szülei. Tanácsot adhatunk kérésre, vagy finoman rávezethetjük, de az egy óriási hiba és óriási konfliktus forrás, hogyha valaki szó szerint kontroll alatt tartja a gyerekkel, vagy a gyereke felesége kapcsolatát és a gyerek nevelését. Talán akkor fordul ez elő, hogyha még nem engedte el a gyereket a szülő, ugye? Igen, ezt akartam mondani, hogy ez nem is biztos, hogy csak konkrétan a gyereknevelés kapcsán vetődik föl kérdésként, hanem alapvetően az a kérdés, hogy az a szülő elhiszi-e a fiáról, lányáról, hogy képes arra, hogy azt a kisgyereket fölnevelje, vagyis hogy tényleg felnőtt-e az a gyerek, aki az ő gyereke. És hogyha ebben nem képes ezt a lépést meglépni, nyilvánvalóan nem csak a gyereknevelésbe szól bele, hanem minden más egyéb dologba, és ugye ilyenkor hangzik el, hogy pedig én csak jót akartam. És ez a legrosszabb mondat szerintem, ami ilyenkor, amikor elhangozott, mert erre hogyan merjek dühös lenni arra, aki nekem jót akar, és ez abszolút meg is van akkor bilincselve minden, és maximum pár közötti belső feszültség emelkedik, hogy na hát az anyád meg a szapád már megint jót akart nekünk, de boldogok vagyunk ettől. Ne, kevésbé akarjak nekünk annyira jót. Szóval, hogy azt hiszem, hogy, és ugye a másik oldalról meg valószínűleg, tehát ugye az is egy nehézség lehet, ezt ugye csak elképzelni tudom egy nagyszülő részéről, hogy ő úgy gondolja, hogy elkövetett hibákat a saját gyereke nevelése közben, és amikor azt látja, hogy az ő gyereke az unokájával szemben ugyanazokat a hibákat készül elkövetni, akkor nyilván meg akarja menteni az unokát, vagy a saját gyerekét attól, amin esetleg ő keresztül ment, és amit úgy gondolja, hogy nem így kellene csinálni. De hogy vajon mi a jobb, hogy elengedem, és ott vagyok, ha segítséget kér, vagy megoldom helyette, és akkor benne tartom abban a gyerek állapotban? Ez nem kérdés. Mindig az a jobb, ha ott vagyok, és megvárom, amíg segítséget kérnek, de ez nem ekkor kell, hogy kialakuljon, bocsánat. Mielőtt felnőtt lett az a férfi, vagy az a nő, előtte azért biztos volt kamasz, és ott kezdenek először kieleződni ezek a dolgok, hogy én mindig megmondom a tutit a gyerekemnek, vagy megvárom, amíg megkérdezi az én véleményemet. Tapasztalatokat nem lehet átadni, se anyaként, se nagymamaként, se apaként, se nagypapaként, se hogy az égvilágon, azt mindenki magának szerzi, de tovább megyek. Nem is ezt tartom a legizgalmasabb kérdésnek, hanem azt, hogyha belegondolunk abba, hogy 20-25-30 év alatt mekkora óriási változáson megy keresztül az élet. A hozzáállás egy újszülötthöz. 30 évvel ezelőtt szó nem lehetett arról, hogy apás szülés. 30 évvel ezelőtt szó nem lehetett arról, hogy igény szerinti szoktatás. 30 évvel ezelőtt egyáltalán teljesen máshogy álltunk hozzá a gyerekhez, mint lényhez. Tehát akkora változás van az életünkben, hogy ezt, ha nem tudja lekövetni a család, akkor bizony az nagyon-nagyon nagy nehézséget fog adni. De alapvetően én azt gondolom, hogy ami meghatározza, az a családon belüli kommunikációnak a minősége és a miensége. Hogyha tudunk úgy kommunikálni egymással, hogy el tudom mondani, hogy nézd, én nagyon örülök neki, hogy te neked ilyen tapasztalatot adni, de jobban örülnék neki, hogyha én jövök rá. Mégiscsak az én gyerekem, hadd érezzem át én, hogy ő neki mi. Stb.
A kérdés az az, hogy ezt milyen módon tudom érdekemet érvényesíteni, kommunikálni, a másikra figyelni, és igen, jogaik vannak a nagymamáknak és a nagypapáknak, és nem is kevesek, de az az igazság, hogy az nem az első 6-8 hétben, hónapban fog kiderülni, hanem később lesz rájuk sokkal nagyobb szükség. Örök nagy vita, hogy sír a gyerek, felveszem, vagy nem veszem fel. Ezen vitáznak a legtöbbet szerintem a nagyszülők és a szülők. Ez egy állandó vita, a nagyszülőnek mindig megszakad a szíve. Az anya egy idő után megtanulja a gyereket, ugye, ha valaki egy picit ebben a témában otthon van, az tudja, hogy sírás és sírás között fényévek vannak és különbségek vannak. Tehát lehet tudni, hogy a gyerek például most azért sírdogál, mert éppen ezzel a nyűnyörgő hanggal altatja magát. Ha én ott felveszem, kirántom az alvásba belecsúszását, és már is ott vagyok, hogy nagyon mellé nyúltam a történetnek. Ezért fontos, hogy az anya megtanulja a gyerekét. Tehát, hogy megtanuljam azt, hogy amikor ilyen hangot hallat, amikor az, de tovább megyek, te is szültél gyereket, tudod, én is, nagyon sok embertől ezt vissza lehet hallani, még mielőtt felébredne éjszaka a baba, az anya már felkel és elindul felé. Tehát elemi ösztön szinten vagyunk úgy behuzalozva, hogy az rendben van. A nagyobbik nagy bajnak én azt tekintem, ha ezt az elemi ösztön szintet szorítjuk hátra, mert olyan tudatosak akarunk lenni, és olyan műveltek, és olvasottak vagyunk, és felkészültek vagyunk, a gyerek meg tök máshogy reagál és viselkedik. Na, ezzel mit kezdjünk? Igen, látom, hát Csilla nagyon készült, csak, nem hogy, folytom. Hogy magyarán nem lehet könyvből nevelni gyereket, tehát nyilván érdemes tájékozódni, szakirodalomból kérdezgetni embereket, akik tapasztaltak, vagy akik mondjuk példák lehetnek előttünk, de nem lehet könyvből, tehát minden anyának a gyerekével a kapcsolatát, a kommunikációs rítusokat ki kell alakítani, és tényleg így van, hogy lehet hallani a hangokból, hogy az most tényleg egy fájdalmas hang, és ott fel kell venni, testközelségben megnyugtatni, vagy lehet hagyni egy picit, mert ez csak valami éppen. Igazából csak annyit akartam ez így hozzáfűzni, hogy szerintem ebben is benne van az, hogy azok a szülők, akik szülővé válnak, hogy azok milyen mintát hoznak magukkal, mert ugye ez is a másik örökvita, hogy a gyerek ilyen kicsit ilyen volteri módon ilyen természet majd így fölneveli, és akkor majd azzá válik, aki benne van, és majd kibontakozik, és ne fogjuk vissza a gyereket. Ugye ez is egy irány, és a másik irány meg az, hogy szabjunk kereteket és határokat a gyereknek, hogy akkor ugye ennek van egy egészen szélsőséges, hogy mondjuk meg, hogy mit szabad és mit nem lehet. És e között a távolság, vagy e között a két szélsőség között egyensúlyozni, azt hiszem, hogy nem könnyű feladat, és ez, talán ez a sír és vegyük föl, nem sír és ne vegyük föl, mikor mi a helyes kérdés, és szerintem ebben sem biztos, hogy, mert akkor nyilván olyan könyvet veszek elő, ami arról beszél, hogy hagyjon sírni a gyereket, és ez az irány, vagy a másik könyv, ami azt mondja, hogy még egy fél pillanatig se hagyjuk sírni a gyereket, mert hogy az a gyerek fejlődésében nem tesz jót, és ez is hogy itt is neves pszichológusok kiállnak, gyerekpszichológusok, ugye ez a helyes irány, meg itt is gyermekpszichológusok kiállnak, és a kedves szülő meg ott áll közép, hogy akkor mi a helyes? Egyébként, hogy mennyire változott a világ, ha ez a beszélgetés 10 évvel ezelőtt történik, én is azt mondtam volna, hogy azért nem árt a nagymamát meghallgatni, és a tapasztalatain elgondolkozni, megszívelni, aztán azóta, amióta látom, hogy mennyit változott a világ, sőt tapasztalatom is volt, azt mondtam, hogy meg lehet hallgatni, de nem kell követni feltétlen, mert tényleg minden változott. Mindenképpen várjuk meg, hogy megkérdezzenek bennünket. Igen. Tehát ez a legfontosabb. Én azt gondolom, hogy a szuverenitását meg kell hagyni a szülőpárnak. Tehát olyan nincs, hogy bárki kívülről, és még egyszer mondom, bárki jobban tudja, hogy az adott szituációban, az adott történések folyamában, az odáig megélt, megtapasztalt életútban most ezt az egy pillanatot kiragadva hogyan kell jól dönteni. Ilyen nincs. Az csak azt tudja zsigerből és elemi ösztönből, aki ebbe a folyamatba benne volt. Egy ilyen momentumról megítélni egy viselkedés formát bármilyen életszituációban, ez én szerintem nagy dőreség. Ezt akartam csak megerősíteni, hogy most éppen a gyerek vállalás-nevelés témát hoztuk elő, de ez pont ugyanúgy igaz bármilyen egyéb témára, ami mondjuk a pár kapcsolatáról szól, vagy a házasságról szól, vagy a családról szól, hogy az, hogy én kívülről mit látok, hogy én hogyan ítélem meg, az csak egy szelet, egy kis fénykép abból, ami közöttük zajlik.
És ugye ez ugyanilyen problémaként tud előjönni, amikor éppen valami krízis van, és valaki, mondjuk például pont a gyereknevelés kapcsán, és megkérdezi X a barátját, barátnőjét, hogy mit csináljak. Egyrészt ugye az ő olvasatát látom, másrészt meg egy pillanatot látok az egészből, és nagyon nem mindegy, hogy aki akár nagyszülőként, akár barátként, akár ismerősként beleszól egy történetben, az hogyan szól hozzá, vagy mit tesz hozzá a történéshez. Én soha nem szeretek direktben megmondani semmit senkinek, hanem maximum arról beszélek, hogy amit elmondtál, abból én azt látom, hogy... De hogy a döntést, a felelősséget meghagyom nála, hogy ő legyen a saját életért, meg a saját történéseért felelős. És azt gondolom, hogy egy... És nyilván valószínűleg egy első gyerekes szülőnek ez még nehezebb, mert hogy nincs mintája. Pont nemrég beszélgettem egy 3 gyerekes anyukával, és mondta, hogy hát az első gyerek a legnehezebb, a második, harmadiknál már rutinból megy minden, amit az elsőnél még végig görcsölt, hogy mit, hogyan kell csinálni, mert hogy nincs mintám arra, hogy ezt hogy kell jól csinálni. És utána már sokkal, ugye barátom mondta ezt, hogy az első gyereknél még 37 foknál az Ákos, igen, hogy akkor ügyeletre megyünk, és akkor pánik van. A harmadik, negyedik gyerek után már 39 foknál kezdődik a láz. Tehát, hogy a rutin, a beletanulás. Igen. Egyébként van arra is példa, mondjuk legyen egy adott pár, egy szem gyerekkel, az egyik oldalon is egy nagymama, a másik oldalon is egy nagymama. Az a nagymama könnyebben vigyáz a gyerekre, aki a saját elképzelését próbálja. Tehát, hogy mi így neveltük a gyereket, figyelj, kislányom, ez így jó. Mint az a nagymama, aki mindent hagy, és utána, ha mégis úgy van, hogy neki kell vigyázni a gyerekre, tele van kérdése, hogy ezt hogy szoktátok most, akkor azt hogy szoktátok. Ő az, aki telefonál, hogy figyelj, most ez a szituáció áll elő, akkor most ilyenkor mit csináltok? Bocsánat, most muszáj. Szóval ilyenkor az van, hogy az első dolog, amit én el akarok mondani minden egyes hozzám fordulónak, ugye ez a terápiás házban nagyon gyakran kérdés. A gyerekek az világ legnagyobb túlélői. Tehát ők meg fogják tanulni a különböző üzemmódokat. Van nagymama üzemmód, van nagypapa üzemmód, van anya üzemmód, van apa üzemmód, van óvónéni üzemmód, van mindenféle üzemmód van. Pontosan tudják, hogy mikor, hol a határ. Az az ember borzasztó a gyereknek, aki bizonytalan önmagában, és aki nem tudja, hogy konkrétan mit és hogyan szeretne. Ha a gyerekre akarja rátestálni az irányítást, tehát hogy a gyerek fogja meghatározni a mit, mikor, hogyan, hányszor, nem, ez nem működik. Tehát ha nagymama vagy, ha édesanya vagy, ha édesapa vagy, te fogod a kereteket adni, és ez adja a gyereklét biztonságát. Ha a gyereknek olyan kompetenciákat adok, és ő irányíthat, hogy így szoktuk, úgy szoktuk, de az anya ezt szoktad, és hát persze azonnal kihasználják. Tehát a gyerekek nagyon-nagyon drámai módon tudják egymás ellen összeugrasztani akár a szülőket is, meg a nagyszülőket is. Tehát én azt gondolom, hogy az a fontos, hogy az a felnőtt, aki ott van, ő biztonságot adjon a gyereknek. És akkor mindegy, hogy a pelenkát keresztbe vagy hosszába hajtjuk, mindegy, hogy balról jobbra keverünk, vagy előbb 2 perccel, vagy utóbb 5 perccel, vagy teljesen mindegy. Melletted biztonságba fogja magát érezni a gyerek. Tehát a felnőtt a főnök, és ugye azt látom a családokban, ahol az apukák bedobják a lovak közé a gyeplőt, és nincsenek benne a család főszerepben, és mondjuk az anyuka sincs benne, nagyon sokszor a gyerek lesz a főnök és a gyerek irányít. Biztos, hogy ismertek ti is ilyen családokat. És erre már babaként képes. Babaként, így van, babaként képes. Tehát az apukáknak a család főszerepbe bele kell tagozódni. Hogyha az anyukák hagyják. Ha az anyukák hagyják. Mert hogy ugye legtöbb esetben az, legalábbis akkor megint azt mondom, lehet, hogy meghazudtoltuk, hogy ez nem így van, de hogy amint a csöpség megérkezik, akkor ugye anyukába beindul a védelmi üzemmód, hogy ott az a csöpség. Anyatigris üzemmód, anyatigris üzemmód, így az, és akkor ott van az apuka, aki próbálkozik, de és akkor elhiszem-e mondjuk azt, hogy ő képes rá, de hát ő nem képes rá, hiszen nekem kell megvédeni a gyereket, és akkor innentől kezdve, amikor már a baba elkezd nőni, és elkezd, ugye anyuka van otthon, egyik fiatal anyuka mondta szintén nekem, hogy amikor a férjem hazajön, akkor mi egész nap dolgozik, a férjem hazajön, és akkor hirtelen elkezdi nevelni a gyerekeket, akkor hagyom őket, mert úgyis csak 1 órát van a gyerekekkel, utána úgyis alszanak. A nap többi része úgyis én vagyok velük, és úgyis az lesz, amit én akarok. Tehát, hogy így poénként, de hogy mégiscsak így van, és gyakorlatilag az anyukák azok, akik szerintem leginkább ott aztán koordinálják és kézben tartják a családot. Nagyon jót beszélgettünk, és most belétek kell folytanom a szót, de csak egy hét múlva jövünk, és innen folytatjuk. Én nagyon szépen
szépen köszönöm, hogy itt voltatok és kitartottatok az időjárás ellenére. Fekete Cseri Zsuzsanna, Pap Csilla és Tolnyai Gábor, és természetesen nagyon köszönöm a helyszínnek, a Fekvőkatona söröző és kávézónak azt, hogy itt lehettünk. Annak ellenére az esőről nyilván a helyszín nem tehet. Bízom benne, hogy legközelebb már jobb körülmények között újra jelentkezik a Családőrzők című sorozat. Viszontlátásra!